időközi választásokat tartanak Isaszegen. A voksolásra azért kerül sor, mert a helyi önkormányzati képviselő Barkóczi Balázs, aki egyben a Demokratikus Koalíció szóvivője is, az áprilisi országgyűlési választáson mandátumot szerzett, majd önkormányzati képviselői helyéről május 1-én lemondott. Ellátogattunk Isaszeg város 7-es számú egyéni választókerületébe, ahol már 2019-ben is roppant kiélezett verseny volt. Akkor mindössze 9 szavazat döntött Barkóczi Balázs javára, a Fidesz-KDNP jelöltjével, Prosics Tibornéval szemben, aki ismét megméretteti magát, mert elmondása szerint ebben a ciklusban még semmilyen fejlesztés nem történt választókerületében. Sajnos el kell, hogy mondjam, úgy tűnik, mintha a 7-es körzet, a Csipke Rózsika álmát aludná, itt semmi nem változott. Tehát maradt minden ugyanúgy, itt nem voltak beruházások, én úgy gondolom, hogy és úgy vettem észre, hogy talán rajtam kívül nem igazán járták ezt a 7-es körzetet, hogy megismerkedjenek az emberek véleményével, és hogy milyen igényeik lennének. Tehát ez én nagyon nagy hibának tartom, mert ahogy én több hónapja járom a területet, igen, az embereknek van véleménye, szeretnének változtatást, illetve nagyon-nagyon fontosnak tartják az úthálózatot. Ez lenne az egyik legfontosabb terület, amit muszáj lenne, hogy az önkormányzat az elsők között megcsinálja. El kell, hogy mondjam, hogy 18 utcánk van, legalábbis ebbe a körzetbe, és azt lehet mondani, hogy több mint az 50%-a nincsen aszfaltozás. Katasztrofális állapotban vannak a járdák, és hát ez nem csak az időseknek, hanem a babakocsitoló anyukáknak is gondot okoz. Balesetveszélyes rajta a közlekedés. A fiataloknak a helyben tartás olyan formán, hogy minőségi szórakozási lehetőséget biztosítani. Ezt is nagyon fontosnak tartom. Akkor az iskolás és vagy az óvodás és iskolás gyerekeknek egy keresztamp pálya, ami biztosítaná játékos formában, hogy megtanulják a helyes közlekedést és a biztonságos közlekedést. Nekem az a véleményem, hogy nem fizetett hirdetésekkel és plakáttengerekkel, illetve országos politikusokkal kell megjelenni és azoknak az ajánlását kérni, hanem el kell menni az emberekhez. Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek várják, hogy igen, a képviselő mutassa meg magát, hallgassa meg a kérésüket, és ezt nagyon fontosnak tartom, mert a munkát nem lehet nem elvégezni. Az időközi választás másik pikantériája, hogy Prosics Tiborné győzelme esetén egyenlőség alakulna ki a helyi képviselőtestületben, így csak közös döntésekkel lenne irányítható a település. Megkerülhetetlenné válna a mi frakciónk, és úgy gondolom, hogy így ez a 12 ember együtt tudna működni, és tényleg a jövőt kell nézni, hogy Isaszeg előrelépjen, és ne ezt a 100 éves álmot aludja, hanem felébredjen.